Ukrajna cáfolja azt a moszkvai bejelentést, miszerint több mint 600 ukrán katonát öltek meg egy nagy erejű vasárnapi, egy kramatorszki laktanyára mért rakétacsapásban. A helyiek szerint is valótlan az orosz állítás. Egy férfi azt mondja, 9 hónapja lakik itt, de még soha nem látott a környéken katonai egységet. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök vasárnap kijelentett, hogy a világ ismét látható, hogy Oroszország hazudik, utalva Moszkva által az ortodox karácsonyra meghirdetett egyoldalú tűzszünetre. Hozzátette, hogy az új év első heteiben alig változott valami a frontvonalon. Az év első napjaiban a helyzet nem változott jelentősen a fronton. A Luhanszki és Donetszki területeken folytatódnak a súlyos harcok, minden forró pont ismert ezeken a helyeken. Bakhmut mindennek ellenére kitart, bár a város nagy részét elpusztították az orosz csapások. Katonáink visszaverték az ottani orosz offenzíva folyamatos kísérleteit. Szoledár is kitart, bár ott még több a pusztítás, és nagyon nehéz a helyzet. Az oroszországi Kurszk kormányzója Roman Starovojt közzétett egy videót arról, hogy kiképzést tartanak a Wagner bázison, ahol a milícia tagjait készítik fel az ukrajnai katonai akciókra.